Gulyás András vagyok, és Eishan egyik legfrissebb anyagával érkeztem. Nézzük, mert nagyon okos dolgok vannak benne. Olvastam belőlük néhányat, és nagyon okos, okos, nagyon-nagyon okos dolgok. Nem győzöm hangsúlyozni. Voltak dolgok, amiket egyszerűen csak meg akartam úszni. Helyzetek, amelyekkel nem mertem szenvedézni, vagy amelyekben kivárásra játszottam. Nem tudom, hogy van, ki hogy van vele, de nekem ez sosem jön össze. És talán nem is baj. Mert ha hajlandó vagy beleállni, ha hajlandó vagy tapasztalni, akkor rájöhetsz, hogy olyan ajándékot tartogat mindez, amit egyszerűen meg kellett szerez, magadévá kellett tegyél, hogy többé soha ne zárd ki az életedből. A komfortzóna biztonsága. Amit meg akarsz úszni, azt mesterségesen akarod kizárni az életedből. Azt nem tudod befogadni, attól még félsz. Vágysz a biztonságra. Legtöbbször anyagi vagy érzelmi téren, és bármi, ami ezt veszélyezteti, azt elutasítod. Ez sokszor abban nyilvánul meg, hogy egy könnyebb, egyszerűbb utat akarsz választani, elkerülve a kockázatokat. És ez nem baj, így működünk alapvetően. Számos kiskaput találhatsz, de az élet mindig arra késztetne, hogy végül beleállj abba, ami a legnagyobb félelmed. Egyszer aztán mindez átfordul, és megadod neki magad. Mint amikor ott állsz az oroszlánnal szemben, és várod a halált. Megtámad és szétszed, vagy békésen továbbáll. És a utóbbi, ha túléled, már soha nem fogsz félni az oroszlántól. Halálfélelem önátadás. Akár konkrét halálfélelem is lehet mindez. Azért akarsz megúszni, elkerülni egy helyzetet, mert azt egyszerűen a halállal azonosítod. Lehet, hogy korábban előző életedben egy hasonló helyzetbe tényleg belehaltál, és ennek az emléke ott ragad benned, és távol tart attól, hogy kiteljesedj, hogy félelmek nélkül ténylegesen szabaddá válj. Szép, amikor megtörténik ez a megadás, ez a félelemnek való önátadás, amikor érzed, hogy történik, és éled, hogy nem halsz bele, hogy ez most más történed, érzed az erődet, érzed, hogy most túléled, és közben tényleg felszabadulsz. Felszabadulsz abból a görcsös szorításból, ami eddig fogva tartott, ami eddig korlátok között tartott, ami eddig megbénított, ami eddig kibillentett az egyensúlyból. A kulcs beleállni. Azt hiszem eljött az a pont, hogy elegem lett abból, hogy Damoklész kardja állandóan ott lebeg a fejem felett, és állandóan félelemben tart. Rendben, akkor essünk túl rajta, és derüljön ki, álljunk bele, történjen meg. Nem akarom az egész életemet olykor-olykor feltörő rettegésben élni, hogy mi fog történni, ha bekövetkezik. Akkor itt vagyok, kész vagyok. Erősebb vagyok, mint valaha, és nyilván túlélem. Talán könnyebben, mint ahogy ezt most gondolom. És ha megtörténik, már soha többé nem fogok félni. Mert ha egyszer megtapasztalom, hogy képes vagyok rá, soha nem fog tudni visszajönni. Soha nem fog többé kísérteni. Soha többé nem fog álmatlan éjszakákat okozni. És talán pont ez az egésznek a célja, hogy a félelem eltűnjön az életemből. Végérvényesen, örökre. Sok mindent teszünk, vagy pont nem teszünk a szerelem nevében. Szerelmet sokan élik meg függőségnek, a mi lesz velem nélküle érzés, azonban sosem a szerelem tiszta minőségéről szól. A szerelemben sebezhetőség van, bizalom és befogadás.
szerelmet adni és befogadni valójában a létezés egy örökké változó, örökké teremtő és örökké túlcsorduló állapota. Társsebezhetőség. Szerelem nincs szebb sebezhetőség nélkül, mert vállalom kell először önmagam, majd másik felé a vágyaimat, az érzéseimet, a lényemet. Szerelemben nincsenek falak, hanem vagyunk, áradunk, nem csak egymásnak és egymásért, hanem egy olyan minőséget megélve, aminek köszönhetően többet hozunk ki magunkból, egymásból, és együtt nagyobb hozzájárulások vagyunk a világhoz, mint külön-külön. A szerelem áramlás, ami lehetőségeket nyit valami többre azáltal, hogy önmagamból többet fedezek fel általa. A szerelem invitálás arra, hogy másképp is lehetséges, de ehhez nyitnom kell mindenre. A szerelemben nincs védekezés, már nem félek sem megmutatni, sem adni magam. A szerelem lehet egy próba, aminek köszönhetően önmagammal küzdök meg először. A saját félelmeimmel, nézőpontjaimmal, elképzeléseimmel, vágyaimmal, múltammal, jelenemmel és jövőmmel. Bizalom. A szerelemben bizalom van, hogy merem-e vállalni azt, hogy bízok? Igen, ismét. Akárhányszor törtek össze, akárhányszor vágtak át, akárhányszor haltam meg más miatt, újra feltámadtam, újra érzek és újra merek kapcsolódni. Kilépek a páncélomból és újra merek sebezhető lenni és átadni magamat, a szívemet, a lényemet. A szerelem tehát egy invitálás arra, hogy kilépjünk falaink mögül és megmutassuk magunkat. Először talán csak saját magunk, majd a másik számára, végül pedig az egész világnak. A szerelem által világok omolhatnak össze, olyan világok, amelyben már nem tudunk működni, és világok is nyílhatnak, hogy teljesebbé, élőbbé és nagyszerűbbé tegyenek valamiket. A szerelem ezért a legnagyobb transformáló erő, kiemel a mélyből, hogy a magasságokba repítsen. A szerelem választása ezért egyben a változás és a megújulás választása is egyben. Amíg elfojtod a szerelmet, az élet egyik legelemibb és legtáplálóbb energiától vonod meg magad. Az élet szeretne hozzájárulás lenni számodra, és változatos formában ad. Ha megnyitod magad az életre, az élet is megnyílik a számodra. Befogadás. A szerelem befogadás, hogy ott tudok előtted lemesztelenedve állni, lényem a lényeddel szemben és csak vagyok. Ez pedig olyan eszméletlenül ijesztő tud lenni, hogy vajon elég vagyok-e? Elég vagyok-e így is mindenféle cicoma nélkül? Csak én, anélkül, hogy a cselekvésbe, az adásba menekülnék előled. Mert az egy dolog, hogy én befogadlak, hát persze, de vajon én beleszek-e fogadva? Befogadás élménye, a valakihez tartozás élménye, a szerelem valódi szentsége. Elfogadni ítéletek, feltételek, elvárások és kivetítések nélkül és elfogadva lenni ítéletek, feltételek, elvárások és kivetítések nélkül. Kinek adod és kitől kapod? Maga a szerelem is újjászületés előtt áll, levetve magáról mindazt a hamisságot, amivel az évezredek alatt felruházták, de ami nem is ő valójában. Most van itt az idő új fejezetet kezdeni a kapcsolatainkban, vagy a kapcsolódásainkban az életünkben. Elhagyva mindazt, ami már nem szolgál, ami hátráltat, ami nem mi vagyunk, megnyitva magunkat az élet varázslata és csodája előtt. Hogy a szerelem ne a szenvedésről és önmagunk feladásáról, hanem sokkal inkább az örömről, az önmagunkra találásról szóljon. Következő. Ki az a nő, aki még soha nem mertél lenni, vagy nem tudtál lenni, mert nem volt melletted olyan férfi, aki erre inspirált volna, vagy ezt befogadta volna? A nőiségünk megéléséhez szükség van-e férfira, vagy tőlünk függetlenül is megélhető-e mindez? Kell-e férfi, hogy nők legyünk? Vagy mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás?
Kell-e férfi, hogy nők legyünk, vagy előbb éljük meg, találjuk meg, fedezzük fel magunkban a nőt, és akkor fog jönni a férfi? Az erről való elméleti vitatkozást értelmetlennek tartom, a gyakorlat azt mutatja, hogy ha nem ragaszkodunk a nézőpontjainkhoz, elvárásainkhoz, és nem akarjuk mindezt fix szabályként meghatározni, akkor működni tud az életünk, a kapcsolatunk és a nőiségünk is. Én azt éltem meg, és azt láttam a hozzám fordulóknál is, hogy azt az igazi női minőséget egy igazi férfi minőség ébreszti fel bennünk. Nem akarok definíciókba menni az igazi kapcsán sem, hiszen önmagában ez is mindenkinél mást jelent. A nőiségünk megélése vagy meg nem élése alapvetően a mi választások. Ami ott kezdődik, hogy most őszintén ránézek arra a kérdésre, hogy mit jelent számomra nőnek lenni, és pillanatnyilag mindezt mennyire élem. Mennyi elfolytásom van a nőiségemmel kapcsolatban, mennyi vágyamat nem merem megélni, kinyilvánítani. Akár párkapcsolatban vagyok, akár nem. Ha nem vagy párkapcsolatban, mennyire teszed egy férfitől függővé azt, hogy nő legyél? Mennyire várod azt, és ezzel fogod saját magadat vissza, hogy majd ha lesz mellettem férfi, akkor kezdek el ezt vagy azt? Akkor kezdek el figyelni magamra, szép ruhában járni, választani nőiesebb megjelenést, működést? Mindez az elvárás tudattalanul is nyomást helyez a másik nemre, és nem vonzza, de inkább taszítja a férfiakat. A párkapcsolatban vagy. Megmered-e mutatni a párodnak, hogy ki az a nő, aki benned rejlik? Milyen nézőpontod van, hogy ő mit vár el, hogy milyennek kell lenned? Mennyire mersz önmagad lenni előtte, vagy csak azon, vagy hogy boldoggá tedd, hogy megfelelj neki? Ki tudja-e csalogatni belőled a nőt, vagy éppen visszafogja? Be tudja-e fogadni a női energiáidat, vagy elmenekül tőled? És be tudod-e fogadni tőle az invitálást, amire ő hív, hogy legyél, válasz egyre többet önmagadból és a nőiségedből? Nő a férfit ébreszti, férfi a nőt. Kölcsönösen ébresztjük egymásban a nőt és a férfit. Azt a tiszta minőséget, ami ott van mindkét nemben, csak évezredek alatt rápakoltunk sok fájdalmat, védekezést, nézőpontot, elvárást, sérelmet. Előfordulhat, hogy nem az a férfi fogja benned felébreszteni a nőt, aki melletted van. Előfordulhat, hogy nem abban a férfiben fogod felébreszteni a férfi erőt, aki ott van melletted. Előfordulhat, hogy nem az a férfi lesz hosszú távon a párod, aki ezt az ébresztést elindította benned. Nincs biztosíték, nincs garancia. Az azonban szinte biztos, hogyha egyszer már felnyílt Pandora szerencéje, ha már egyszer képessé vált ránézni erre a kérdésre, és választani, hogy ránézel a nőiességedre, belekóstolsz a nőiségedbe, akkor ez az energia egyre jobban hívni fog, hogy kiteljesedj benne. Hogy válasz egyre többet önmagadból és abból a nőből, aki eddig még soha nem mertél lenni, de aki valójában vagy. Így idővel függetleníteni tudod a saját nőiséged megélését a férfitől, vagy a férfiakkal történő kapcsolódástól. Egy férfi lehet, hogy csak katalizátor lesz, aki elindít az úton, egy férfinak lehet, hogy csak katalizátor leszel, akit csak elindítasz az úton, mégis enélkül, a szikra nélkül lehet, hogy nem indulna meg benned a folyamat. Amit, hogy aztán kiteljesítesz-e vagy sem, az már alapvetően csak tőled függ. Bizony. És itt még van kettő. Ez még belefér. Férfiak, ti ezt nem értitek, de talán ne is akarjátok, nem is kell. Nem azért, mert buták lennétek, csak ti inkább a földi világ keretei között teremtitek a csodáitokat, így nem feladatotok. Csak tudjátok, hogy bennünk ez így van, létezik, és nekünk ez nem nagy ügy, de tényleg. Mi megértjük, hogy számotokra a két lábon állás nélkülözhetetlen a fizikai szintű helytálláshoz. Jól is van ez így. Szeretjük, hogy olyan racionálisak vagytok, még akkor is, ha aggyal próbáljátok élni a szerelmet. Ami vicces, lehetetlen és idővel mindenképp kudarcba fulladó próbálkozás, de mi így szeretünk titeket. Realistának lenni a szerelemben nem lehet. Egy nő számára semmiképp.
Nézzétek ezt el nekünk, és csak hagyjátok, hogy ragyogásunkkal fényt vigyünk az életetekbe. Hiszen ha nem lennétek, nem gyújt volna a szerelem lángja a szívünkben, így minden, mit adunk, általatok született meg bennünk. A lényeteknek, annak a megfoghatatlan, kimondhatatlan, lehengerlő, erős, bátor, fantasztikus férfi energiátoknak köszönhetően. Felébresztitek bennünk az évezredek óta oly mélyen szunnyadó nőt. Nem azt a nőt, aki verseng vagy vagdalkozik veletek, nem! Sokkal inkább azt az ősi minőséget, ami valódi békét, a családi élet szentségét teremti számotokra. Puhaságot hoz a nehézségekbe, gyengítséget a kihívások próbái közé, és a tiszta szerelem fényét a legnagyobb sötétségbe is. Túllátunk a ráció. És ti pont ezt szeretitek bennünk. Nem értitek, hogy hogyan lehetséges mindez, és még jó, hogy mágián égetés nem dívik manapság, mert bizony könnyen ismét ott végezhetnénk. Ahogy sokunkkal biztos megesett ez még jó néhány száz évvel ezelőtt. És igen, talán félelmetes is mindez. Hogy vajon milyen boszorkány lakozik bennünk, aki ilyen varázslatra képes. Túlnyúlunk a racionális világ kézzelfogható keretein, és megingathatatlan kétségek nélküli hittel szállunk angyalszárnyainkkal, hogy felemeljünk titeket. Hogyha bíztok bennünk annyira, hogy mertek felkapaszkodni a szárnyainkra, akkor tényleg a mennyországba repüljünk együtt. Ti csak higgyetek bennünk, hogy elég erősek azok az angyalszárnyak, és elbírnak titeket. Nem árulhatjuk el minden titkunkat, de higgyétek el, vannak segítőink, akik a láthatatlanban szárnyal, láthatatlan segítőkkel is találkozik. Sőt, egymásnak is segítünk, így csak engedjétek meg ezt magatoknak és nekünk is. Merjetek felszállni az angyalszárnyainkra, és ne féltsetek minket. Nem a pokolba rántotok, amit ti annak éltek meg, a számunkra sokszor csak egy olyan játszótér, ahol kipróbálhatjuk a varázsló tudományunkat. A pokol nekünk az, amikor a saját érzelmi kétségeink elbizonytalanítanak. A saját magunkba vetett hitünk kérdőjeleződik meg, vagy amikor tehetetlennek érezzük magunkat, látva, hogy nem tehetünk értetek semmit. És ez sokszor megtörténik. Tehetetlennek érezzük magunkat, mert sokszor nem tudjuk, hogyan szóljunk hozzátok, hogy ne kapjátok fel a nyúlcipőt, és ne fogjátok menekülőre. Nem tudjuk, hogyan szóljunk hozzátok, hogy ne érezzétek, hogy túlságosan erőszakosak lennénk, de mégis invitáljunk titeket egy számotokra, talán kevésbé valóságos, kevésbé racionális, kevésbé hihető, de varázslattal, örömmel és boldogsággal teli világba. Ti vagytok a mi álmaink. Veletek fekszünk, és veletek ébredünk, még akkor is, ha nem vagytok ott mellettünk. De ott jártok a gondolatainkban minden egyes pillanatban, és azt lessük, mit tudunk tenni azért, hogy nektek könnyebb legyen, mert vágyunk. Vágyjuk a világot veletek. A világunk számunkra veletek teljes. Ezért nem ismerjük a félelmet, és nem ismerjük azt a poklot sem, amitől ti óvnátok minket. És egyébként is számtalan életünk alatt már megtanultunk a legnagyobb pokol tüzén is járni. Éppen ezért a szerelmes nő kezében a világ sorsa. Mert a szerelmes nő nem ismer lehetetlent, számára nem léteznek a fizikai világ korlátai. Ezért, ha bár a fizikai világ számtalan manifestációja ragyogó férfiak keze által születik meg és aktualizálódik, ahhoz a nők e világon túlról hozzák a szikrát, mi berobbantja mindezt ennek a világnak a létezésébe. Így ér össze látható a láthatatlannal, és válik ismét teljessé minden valaha összetört lélek mozaik darab. Így egészítjük ki egymást a teremtés tökéletességében. Csak engedjétek meg, hogy azok lehessünk, akik valójában vagyunk, és élvezzétek. Élvezzétek, ahogy a csodák megérkeznek az életetekbe általunk. Csak engedjétek meg magatoknak, hogy befogadjátok számotokra újat, az ismeretlent, a rem racionálist is. Nem tudjuk nem adni mindezt. Nem tudjuk megállítani, nem tudunk önmagunkból kifordulni. Ami számotokra talán sok vagy lehetetlen, a számunkra természetes.
A mi mennyországunk az együtt szárnyalásban rejlik. Legyünk egymás társai ebben, és fedezzük fel a világot úgy, ahogyan még soha nem láthattuk korábban. A legnagyobb pokolból felemelkedve a mennyország végtelen határtalanságában. A férfi lélek ősfélelme, hogy a szeretet nőt a pokolba rántja. A helyzet csak az, hogy egészen mást gondolunk, vagy élünk meg pokolként. Egy nő számára, aki szeret, egyáltalán nincs lehetetlen, és a magunk teljes egyedülálló módján ilyenkor erőnkön felül vagyunk képesek bármire. Túl minden racionálisnak tűnő döntésen, helyzeten, megoldáson, mert a szerelmes nő túllép a ráción és az irracionális csodákat teremtő világok birodalmába lépve onnan hoz át olyan erőt, ami akár még az ördögöt is kiűzi a pokolból, ha éppen pont arra lenne szükség. És bizony ez a videó a női erőről szól, és még ezt. Kísérőt könnyű találni, aki elmegy veled néhány méterig, majd lefordul a sarka. Ideig óráig beszélgettek, majd elköszöntek, és ki megy a dolgára. De utitársat nehéz. Aki akkor is veled tart, ha esik, ha tűz a nap. Ha jég veri, még akkor is. Csak csendesen lépd el melletted, és nem számít neki, hogy mi jön. Ő nem fog letérni, csak mert lát egy menedéket, de még akkor sem, ha kövek potyognának az égből. Nem áll meg, mert te sem állsz meg. Képes lenne bármeddig menni, mert felismerte, hogy a te utad az ő útja is. Rájött, hogy nélküled már sehova sem menne, egyik út sem lenne olyan kecsegtető, ha te nem arra mennél. Persze várod, hogy majd elfárad és letér az útról, vagy megáll, mert rájön, hogy túlfárasztó veled tartani. De ez nem fog megtörténni, hiszen ő már eltökélte, hogy bármilyen hosszú is lesz, akárhány buktató vagy hegy áll még előttetek, veled fog tartani, sőt fogja közben a kezed, és nem engedi, hogy eles. Hiszem, hogy mindenkinek van egy utitársa, csak nem szabad megállni, majd beér. Vagy ott áll a következő mérföldkőnél várva, hogy te érd be. A szíved, a lelke tudja, merre kell menned, azt kövesd. Hát kövessétek ti is, követjük együtt Eison útját, női erővel, szeretettel, hittel, reménnyel, csodákkal. Sziasztok!